Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont én meg vagyok arról győződve, hogy ez neked szól, hiszen nincsenek véletlenek, és nem találtál véletlenül ide, tehát számodra lesz itt egy üzenet. És ha gondolod, akkor kérhetsz tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam, mint mindig, 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Ő most nagyon visszahúzódó és csendes. Lehet, hogy számára fontos most a nyugalom. Az is lehet, hogy befele tekint, ez egy belső út. Lehet a hite, vagy lehet egy spirituális terület is. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt is látható ez a visszahúzódás. És kell számára ez a csend és ez a nyugalom. Itt megjelenik egy szent kép, sőt, ott van ez a piros szív, ami utal a szerelemre, de mielőtt ezt kimutatja, mielőtt aktív lesz, itt visszahúzódik még, és elgondolkozik azon, hogy mi fontos számára, vagy mit tudsz te nyújtani számára, hogyan tovább. Ami azt jelenti, hogy nem fogja most elsietni a dolgokat. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt látható a szerelem, a közeledés, átnyújtjátok egymásnak ezt az arany kelyhet, ami utal az érzelmekre. Itt lesz egy kapcsolat. Ki fogja mutatni az érzelmeit, de vannak elvárások is. Hamarosan lesz egy találkozás, és ez örömteli mindkettőtöknek. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható, hogy ő nagyon büszke és magabiztos. Ő tudatában van azzal, hogy mit érez irántad, hiszen uralkodik a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Hajt, hogy most legyen meg a nyugalma. Ő közeledik, jön magától, kimutatja az érzelmeit, és itt újra látható, hogy elmondja azt, hogy mennyire fontos vagy számára. És legyenek úgy a dolgok jelenleg, ahogy ezt ő tervezi. És te légy türelmes, hiszen megéri várni rám. Itt minden nagyon jól alakul, hiszen látható a párkapcsolat és a szerelem. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!